Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora, április 4-én hétfőn. Tegnap az élő választási műsorban kezdtünk el az országgyűlési választás eredményeinek elemzését, de este 10 órakor az adatok feldolgozottsága még 50%-nál tartott. Mára megvannak a nagy feldolgozottságú eredmények, így folytatjuk a beszélgetés szakértő vendégeinkkel, dr. Fábián Gergely és dr. Vitál Attila szociológusokkal, politikai elemzőkkel. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták ma is a meghívásunkat. Nézzük, hogy mi történt tegnap. Elsősorban kezdjük a részvételi arányokkal. Ott hagytuk abba, hogy az országos arányok azok nem érték el a 2018-as, de megközelítették. Van is erről egy grafikonunk, hogy 19 órakor, tehát a végső számok tekintetében országosan mennyien vettek részt a idei országgyűlési választáson. 69,54%. Ez volt a várható, vagy azért többre számítottak a felfokozott politikai hangulatokán? Ha mondjuk 2 vagy 3 hónappal korábban beszélünk erről, akkor azt mondtam volna, hogy hát kormányváltó hangulat talán erősebb, mint a korábbi években, talán egy kicsivel nagyobb esély is mutatkozik több mandátum szerzésére, és ennek mindig van egy mozgósító ereje. Igazából azért a korábbi mérések is azt mutatták, hogy 70% körül még a Fidesz mozgósító ereje az nagyon erős, és 70%-nál még nem lehet választást nyerni, tehát a 72-75%-os országos részvétel arány mellett lett volna elméleti esély az ellenzéknek. Azért az előző néhány hétben már a közönkutatási adatok egyértelműen mutatták. Egyrészt a Fidesz a kormánypártnak a győzelmét, legfeljebb ennek a mértékét nem lehetett még előre látni, illetőleg azt is, hogy a részvétel az talán nem lesz nagyobb, mint a korábbi években volt. Még akkor is, hogyha voltak olyan szakértői várakozások, azt gondolom, hogy ezek inkább a vágyak kategóriájába tartoztak. Karácsony Gergely például 80%-os részvételi arányt prognosztizált, ami nyilvánvalóan nem reális. Úgy tűnik, hogy Magyarországon ez a 70-72% ez a plafon. Tehát, hogy ugye 2002-ben volt ideig a legmagasabb részvételi arány, akkor is a kétfordulós rendszer második fordulójában, ahol ténylegesen azonos eséllyel futott neki a két nagy tömb a választásnak, és ennek volt ekkora mozgósító ereje, és ez a plafon. Igen, általában sokan politikusok is, egy-egy véleménykutatás is valami picivel magasabb részvételi arányt várt, tehát úgy sokan belőtték olyan 70-80% közé, bár nagyon konkrét arányt azért sok kutatás nem mert előrejelezni, és hát nagyjából megismétlődött az, amit 2018-ban tapasztaltunk, tehát úgy tűnik, hogy gyakorlatilag nagyjából kimaxolták a pártok azt, hogy milyen módon és mennyi választót tudnak mozgósítani, hogy részt vegyenek a választásokon. Ugye a megyei adatokat is meg tudjuk nézni, hogy a Szabolcs-Apán-Bereg megyében hányan tartották fontosnak, hogy elmenjenek. Egy kicsivel alatta van, egy 5%-kal alatta van a országos átlagnak. Ez körülbelül ez volt 2018-ban is. Igen, belesimul a hosszú távú trendekbe. Így van. Van még egy érdekes grafikonunk, amely azt nézi meg, hogy a választókerület hogyan alakult a részvételi arány. Itt is ugye beszéltük már tegnap is, hogy az 1-es volt a legmagasabb, és az 5-ösben voltak a legkevesebben, de ott sem sokkal kevesebben, mint a megyei átlag. Igen, általában érdekes módon, de hát ugye erről beszéltünk, hogy az mondjuk egy ilyen urbanizációs fok az milyen módon befolyásolja a részvételt. A Nyíregyházi 1-es az gyakorlatilag nem is tudom hány választásra visszamenőlegesen mindig kiugróan magas eredményeket produkál volt. 2018-ban például magasabb volt ott a részvétel, mint az országos átlag. Tehát ez tulajdonképpen, nem állítom, hogy ez nagy meglepetést okozott. Azt lehet mondani, hogy a nagy részvétel inkább az ellenzéknek, a kevesebb pedig inkább a kormánypárnak, vagy ez már megbukott ez a korábbi állítás vélemény? A tekintetben nem bukott meg, hogy a szavazat maximalizáló képessége is valahol itt van a Fidesznek is, ami azért nyilván egy országos összesítésben azért egy 50%-os, hogy azt meghaladó támogatottság természetesen. Tehát, hogy nyilván egy ettől magasabb részvétel, az
nyilván Fidesz számára nem kedvezőt volna, hogy az erőviszonyokat egy kicsit megváltoztatta volna, de ez egyébként azért rendkívül hipotetikus, mert hogy az a durván 30%, aki nem vesz részt, annak mondjuk körülbelül az egy hatoda, akár nagyobb arányos, nem is él Magyarországon, egy része súlyos, krónikus beteg, vagy nincs abban az állapotban, hogy szavazhatna. Tehát úgy mondjuk azok, akik szándékoltan, tiltakozásul, protestből nem mennek el szavazni, és esetleg mondjuk más erőket támogatnák, vagy nem kormánypártot támogatnának, hát ott maximum egy ilyen 4-5%-os többlet lehetett volna, az meg ugye az eredmények ismeretében különösebben nem, aktív nem változtatta igen, volna, igen, így van. Igen. Gyakorlatilag azt lehet látni, hogyha, de most nagyon-nagyon felületesen átnézve az adatokat, hogy ott, ahol jóval magasabb volt a részvételi arány, ez mondjuk Budapestet jelenti, az kedvezett az ellenzéknek, tehát ott nagyon jó eredményeket értek el, vagy jóformán csak ott értek el eredményeket, és nagyon sok olyan kisebb település volt, ahol alacsonyabb volt a részvételi arány, de azt viszont a Fidesz hozta minden különösebb gond nélkül. Nézzük akkor a megyei választókerületeket, először az egyes, ugye ez volt a legérdekesebb, itt országos sajtó is sokat foglalkozott azzal, hogy talán van esélye az ellenzéknek győzni. Közel volt egymáshoz Lengyel Máté Szabó Tünde, de Szabó Tünde azért behozta ezt az egyes választókerületet. Minek volt ez köszönhető? Annak, hogy több ismert személy indult még az egységben Magyarországért mellett, vagy Szabó Tünde azért ennyit tud Nyíregyháza egyes körzetében? Én talán úgy fogalmaznék, hogy a Fidesz tud ennyit, tehát azért nagyon erősen érvényesült a pártlogónak a hatása. Ami viszont az ellenzéknél meg nem érvényesült, hiszen ott nem pártlogóra, egy összefogásra, egy kormánypárti frazeológiával, egy szivárvány koalícióra lehetett szavazni, és azért úgy tűnt, hogy azért nem teljesen átjárhatók a különböző ideológiai politikai erők szavazótáborai. Tehát, hogy ugye nagyon-nagyon szemléletes hasonlat élt tegnap éjszaka a Schiffer András, aki azt mondta, hogy az ellenzéki összefogás abból a logikából táplálkozott, hogy 2 + 2 = 5, aztán kiderült, hogy 2 + 2 = 1, vagyis, hogy nem feltétlenül egy korábbi Jobbik támogatói szimpatizáns szavazna a DK-s jelöltre, és fordítva. Tehát ugye beszéltünk tegnap a jelöltállításról, meg ugye az előválasztásról, ugye azért az, hogy, és én ezt továbbra is állítom, hogy Nyíregyháza egyes választókerület azért hosszú-hosszú évtizedek óta azért inkább egy balos karakterű választókerület, tehát hogy itt egy jobbikos politikus vitte az ellenzéki összefogást, vagy húzta magával, ez nem biztos, hogy a legszerencsésebb választás volt. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy tulajdonképpen szinte az összes megyeszékhelyen, az összes esélyes billegőkörzetben elveszítette a választást ennek az összefogásnak, a koalíciónak a képviselője. Tehát ilyen értelemben itt ez nem a személyek ellen vagy melletti szavazás volt, beáraszták tulajdonképpen a képviselőkön keresztül ezt az összefogást a választópolgárok. Igen, ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyik oldalról azért, ha megnézzük a Szabó Tünde eredményét, az jobb, mint 2018-ban volt, akkor olyan 40% körüli eredményt ért el, ez pedig most azért jó 5%-kal kedvezőbb szavazati arányt jelent. Igazából nem volt sikertelen az ellenzék, mert hogyha megnézzük a 6 választókerületet a megyéből, akkor itt érték el gyakorlatilag a legjobb eredményt. Csak volt egyéb induló, és az egyéb indulók akár független, akár kisebb párt képviseletében, ők nagyon sok szavazatot elvittek. És akkor azt lehet, hogy az ellenzéktől vitték el? Feltételezhetjük, hogy az ellenzéktől vitték el, nem biztos, tehát ezt nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni, de én úgy vélem, hogy inkább az ellenzéktől vittek. A második választókerület ugye az részben Nyíregyháza, részben nem Nyíregyháza. Ott egy, az Egységben Magyarországért színében egy szocialista képviselő indult. Ott ő nem tudta megközelíteni még a Jobbikosnak a eredményét. 31,46%-ot ért el, ott vinne egy őzös imán nyert. Ez papírforma szerint alakult. Tehát, hogy pontosan én azért sem értettem a kiválasztás logikáját, a Nyíregyházi 2-es választókerület, ugye a Nyíregyházi központú, de azért a választókerület döntő többsége Nyíregyházán kívül áll.
Ott korábban talán még a Jobbiknak volt egy nagyobb beágyazottsága, a szocialistáknak kevésbé. Ettől függetlenül, tehát ennyi volt benne, nem volt benne több. Érdekes ugye, hogyha most nem is a Jobbikról beszélünk, hanem a Mi Hazánkról, amely ugye ideológiailag a régi Jobbikhoz hasonlít, ott nagyon jól szerepelt, 6,26%-ot ért el a kettesben a Mi Hazánk Kovács Koppány Zoltán jelöltje, úgyhogy valóban úgy tűnik, hogy az jól működött volna esetleg. Igen. Ugye azért, hogy kicsit az országos tendenciákra is kitekintünk, mert nyilván az a megyei mutatókat nagymértékben befolyásolja, meg magyarázza is, akkor azért azt látjuk, hogy a Jobbiknak több mint 1 milliós szavazótábora volt még 2018-ban. És ugye hova tűnt ez az 1 milliós szavazótábor? Ugyanis 2018-hoz képest 2022-re 900 000-rel kevesebben szavaztak az összefogás pártjainak a listájára, mint külön-külön 2018-ban. Tehát eltűnt, és ebből a 900 000-ből lehet látni, hogy durva 350 000-et elvitt a Mi Hazánk. Tehát, hogy nyilván van választópolgári igény arra fajta politikai ideológiára, arra fajta politikai pártra, amit ugye nemzeti radikalizmusra, amit ugye most a Mi Hazánk képvisel. Ezen kívül még szétszóródott másik 100-150 000 szavazat kisebb pártok között, sokkal izgalmasabb, hogy a másik fele az hova lett ennek a tábornak. Hát ez a következő hetek elemzése fogja ezt megmutatni. És még egy utolsó adatot szeretnék mondani, amit talán az egyéni választókerületekben elért eredményekre is jól rá lehet húzni, hogy ugye az országos listára leadott, országos listán Fideszre leadott szavazatok arány 53%. A megyében 63. Tehát 10%-kal nagyobb a Fidesz támogatottsága, mint az országos átlag. Rajtunk kívül még egyetlen egy megye van, Vas megye van, ahol 60%-ot meghaladó volt a Fidesznek a támogatottsága, és ez nyilvánvalóan az egyéni jelöltek esetében is megmutatkozik. És hogyha ebből a nyíregyházi egyes számú választókerületet kivenném, akkor a 63% tovább nőne, 65-67-re, és akkor megkapjuk azokat az eredményeket, amelyeket a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os választókerületben az egyéni jelöltek elértek. Gyorsan nézzük, és a hármas, és utána folytassuk, csak azért, hogy nem kicsusszunk az időből. A hármasban valóban 66,26%-kal győzött Sesták Miklós, meggyőző meglehetősen. Igen, és ráadásul tulajdonképpen ő is az az egyik olyan jelölt volt, de az összes többi ilyen, akik gyakorlatilag nem csak hogy megnyerték, hanem a 2014-es vagy 18-as adatokhoz képest is növelni tudták ezeket a számokat és arányokat, és itt jól látható, bár mondjuk a többit is meg lehet nézni ilyen szempontból, azért jól látható, hogy itt az ellenzék azért korántsem volt olyan sikeres. Igen, hát a négyes, meg aztán főleg ugye Tilki Attila körzete, talán az egyik legnagyobb arányban ő nyert az országban is, 69,69%-kal, brutálisan nagy. Ez nagy, szóval azért kerekítsük most a számokat, azért 70%-kal győzni. Hát ez igen-igen ritka égi tünemény. Ebben azért valljuk be őszintén, hogy nem kis mértékben az Ukrajnában zajló háború, az attól való félelem nagyon-nagyon erős szerepet játszik. Tehát nyilván az, hogy a megye van a legközelebb ugye az ukrán határhoz. A megyében élők, akik... Azt éljük meg, így van, ahogy egy hónapja gyakorlatilag vadászbombázók köröznek a fejünk fölött, itt azért nagyobb a veszélyezet, nagyobb a biztonság iránti igény, és ezt a választópolgárok számára kizárólag a kormánypárt testesítette meg. Az egyéni jelöltek támogatottságában azért ez nagyon erősen megmutatkozik. Nézzük az ötöst, ott Kovács Sándor, ha nem is 69-el, de 65,75%-kal győzött, tehát ez is azért eléggé meggyőző. És ott ugye ez a Földi István, aki egyébként egy ismert, a választókerületben ismert, hiszen Kocsor polgármestere volt, ő nem tudott 25%-ot megközelítő eredményt elérni, csak 23,68%-ot. Szintén akkor itt a párt volt az, ami dominált, igaz? A logó
Teljesen egyértelmű. Igen, és a hatosban, Nyírbátor központúban pedig Simon Miklós győzött szintén egy nagyon magas arányjal. Igen, de tulajdonképpen tegnap is beszéltünk róla, hogy a megyében az volt a nagy kérdés, hogy 6-0-ra győz a Fidesz, vagy esetleg 5-1-re, ugye a Nyíregyházi egyes körzetet, ha figyelembe veszük. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy most a tippek közül a 6-0 győzött. Néhány gondoltat akkor az országos eredményekkel kapcsolatosan, ugye tegnap még nem tudtuk, ma úgy tűnik, bár nyilván még a levélszavazatoknak az összeszámlálása nincsen meg, de hogy meg lehet a kétharmada a Fidesznek. Erre azért nem sokan számítottak, még az elemzők sem nagyon. Ez, ahogy a miniszterelnök tegnap este beszélt erről, ez egy nagyon erős jelzés akár a nemzetközi térfélen, akár az ellenzék számára, vagy hogyan kell ezt értékelni, hogyan lehet megverni a Fideszt? Akkor ha sehogy sem sikerült, tehát sem külön, sem részben együtt, sem így teljes összefogásban. Hogyan lehet megverni a Fideszt? Arra a receptet nyilván én nem tudnám megmondani, nagyon kevesen lennének, de ha nagyon általánosságot kellene mondani, hát akkor egy olyan jelölttel, aki egyszerre sokkal erősebben tudja integrálni a nem kormánypárti érzelmi szavazókat, másrészt akinek a képessége legalább megközelíti, és a karizmája legalább megközelíti az Orbán Viktorét, tehát hogy ezt hol fogja megtalálni az ellenzék, ez egy nagy kérdés. Én most egy kicsit szarkasztikusan, de egy kicsit komolyan fogalmazom, és azt mondom, hogy ettől nagyobb eredmény, mint Gyurcsány Ferenccel is elért volna az ellenzék. Tehát tulajdonképpen, amire azt gondoltuk szakmailag, mai napig is tartom, hogy az ellenzék legnagyobb politikai innovációja volt az előválasztás az elmúlt 12 évben, de nem jól sikerült. Egyrészt nem jól sikerült azért, mert az egyes választókerületekben nem indulhatott minden jelölt, hanem lezsírozták, fehér asztalnál megbeszélték, hogy egyáltalán kik közül lehet majd választani. Míg pont a miniszterelnök ki versenybe, hát ilyen outsiderek is beszállhattak, mint a Márki-Zay. És amikor nem úgy alakult a végeredménye, hogy mondjuk az előzetes forgatókönyvek ezt mutatták volna, akkor az ellenzéki pártok hátráltak. Kihátráltak, tulajdonképpen már meg se kezdődött a hivatalos választási kampány, mert akkor kihátráltak a saját miniszterelnök előttjük mögül, aki pedig hát egyébként egy teljesen rutintalan, felkészületlen politikai tapasztalattal nem rendelkező, és valóban egy elszabult hajóágyúhoz hasonlítható személyiség volt. És egyébként pedig az, hogy mennyire cserben hagyták, azt a tegnap esti beszéde mutatta, ahol tulajdonképpen a családja körében magára hagyottan, egyedül, hát hihetetlen szánalmas körülmények között kellett beismerni a vereséget. Ez valahol jól mutatja az ellenzék morális állapotát, amit egyébként szintén beárasztak a választópolgárok. Nagyon röviden, egyébként a parlamentben majd ez az összefogás, ez mennyire fog tudni érvényesülni így ezek után? Hát szerintem ez az összefogás, ez tegnap este szétesett úgy darabjaira, úgy kell mondanom, és azért van egy-két meglepetés, hogyha külön-külön nézzük a pártokat, mert ugye nagyjából azt vártuk, hogy a DK-nak és a Jobbiknak lesznek a legnagyobb számban majd mandátumai, most ehhez képest a Jobbik az jelentősen csökkent. Belépett a Momentum, amelyik hát tulajdonképpen soha nem volt a parlamentben eddig, de visszatérve arra, amit Attila mondott, valóban találni kellene egy olyan személyiséget, aki valamennyire képes felvenni, ugyanis nagyon sok szavazó nem feltétlenül azért szavaz a Fideszre, mert feltétlenül Fidesz hívő vagy Fidesz rajongó, nagyon sokan azért szavaznak, mert Orbán Viktorra szavaznak. Tehát a Fidesz szavazók egy jelentős része Orbán Viktor miatt szavaz a Fideszre, és ilyen kihívó vagy ilyen személyiség az tulajdonképpen nem jelent meg az összefogással. Tehát gyakorlatilag az, hogy milyen lesz majd az együttműködés a parlamentben, az egyenlően nagyon nehezen kiszámítható, mert nem csak az mutatja, hogy ez az összefogás gyakorlatilag szétesett, hogy Márki-Zay Péter egyedül volt ott tegnap este, amikor nyilatkozott, hanem az is, hogy ma reggel már megjelentek olyan nyilatkozatok, Jakab Pétertől, Gyurcsány Ferenctől, akik most teljes egészében az ő nyakába varják ezt a nagyszabású vereséget. Abban én nem vagyok 100%-ig biztos, hogy tényleg kizárólag Márki-Zay Péter tehet róla. Ez igaz, de hogyha maguk a partnerek,
az együttműködő pártok sem hisznek a saját miniszterelnök jelöltjük képességeibe, miért hinne a választópolgár. Nyilván a háborús helyzet csak kiélezte ezt a fajta bizonytalanságot, és pontosan a szilárd pártpreferenciákkal nem rendelkező úgynevezett bizonytalan szavazókat eltolta kormánypártok irányába. A Fidesz 2018-hoz képest 100 000-rel több listás szavazatot kapott, tehát hogy ez nyilván ez a bizonytalanoknak a támogatottságában mutatkozik meg, és ez igazából nem feltétlen a kormánypárt, hanem ez az ellenzék teljesítményéről alkotott választói vélemény. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hogy elemezhettük így együtt a választás eredményét, és nem beszéltünk még a népszavazásról, de már elfogyott az időnk, hiszen mi azért a mai napot azzal is töltöttük, hogy legalább telefonon, de fölhívtuk az összes győztest, valamint Apáti Istvánt, aki a Mi Hazánk színeiben pártlistán jutott be a parlamentbe, így 7 képviselő lesz a megyének. Ezt nézzük meg közösen majd ezt a bejátszást, és köszönöm szépen a szakértelmet, és nagyon bízom abban, hogy szakértőinket, ha máskor nem is, de 2026-ban majd a következő országgyűlési választások alkalmával itt köszönhetjük ismét a stúdióban. Most akkor nézzük meg, hogy hogyan vélekedtek a választás eredményéről a 6 egyéni győztes, valamint Apáti István, aki pártlistán a Mi Hazánk mozgalom alelnökeként került be a parlamentbe. Magyarországon is, de Nyíregyházán is éltek a választópolgárok a demokratikus jogukkal, és döntöttek. Döntöttek, hogy tovább folytatódjon mindaz a munka, amelyet 2010-ben el tudott kezdeni a Fidesz-KDNP. Döntöttek arról, hogy ami Nyíregyházán elkezdődött, az a fejlődés olyan ütemben haladjon tovább, előre menjünk, tehát ez nem csak szlogán, hanem ténylegesen ez a feladatunk is. És döntöttek, hogy béke, biztonság legyen, és a jövő generációja ténylegesen egy olyan országban élhessen, ahol jó hazajönni, jó itt lenni, jó élni, és garantált, hogy tudunk figyelni a fiatalokra, az idősekre, a családokra. Úgyhogy azok a programok, amelyeket el tudtunk indítani, az a széles körű támogatási rendszer, az mind-mind tudtuk folytatódni, pedig tudjuk azt, hogy milyen nehéz időszakon vagyunk túl, sőt, milyen nehéz időszakban vagyunk, szomszédban háború zajlik, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy olyan kormányunk legyen, akik tudnak mindenre odafigyelni és a biztonságot garantálni. Ez azt mutatja, ez a felhatalmazás, hogy az emberek el tudják dönteni azt, hogy a saját életük, a családjuk élete, a településük élete, vagy a közvetlen környezetük az előre megye, vagy hátra. Fejlődik-e, vagy sem. Szerintem jó úton járunk. Én nagyon sokat találkoztam az emberekkel. Nekem alapelvem az, hogy ne csak a kampányban menjünk oda az emberekhez kérni a támogatást, hanem beszéljük meg velük, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mi az, ami javítani kell. És ezekből a beszélgetésekből sikerült leszűrni azt, hogy az embereket érdekli az, hogy békében, biztonságban élhessenek, hogy legyen munkájuk, hogy az egészségük meglegyen, és ebben mind a járványkezelésben, mind a munkahelyteremtésben, mind az infrastruktúrális fejlesztésekben, mind a gyereknevelésben ennek a kormánynak elérülhetetlen érdemei vannak, és mint kormánypárti képviselő mondom, hogy folyamatosan járva a választókerületet, a településeket, az emberekkel konzultálva ezeken, ezek a fontos dolgok. Szabolcs-Szatmár Berek megyében a Fidesz-KDNP választási szövetség 62,95%-os szavazat arányra a legmagasabb százalékos arányt ért el, az magáért beszél. És azt se kell megmagyarázni, hogy 6-6-ot behúztunk. Én azt gondolom, hogy pontosan látjuk és tudjuk, hogy ez a megye merre szeretne menni. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos feladata a kormánynak, és ezzel egyidejűleg ez a legfontosabb szerintem a megye életébe, hogy végre elérjük a gyorsforgalmi úton az országhatárt, és az M34-esnek a kiviteli tervvel rendelkező szakaszára megindult a kísérletezési eljárások, remélhetőleg mindig hamarabb megkezdődhet a kivitelezés, és szerintem ez a megye számára most a legfontosabb feladat.
Nagyon örülök az elért eredménynek. Én mindig is azt tartottam, hogy az elvégzett munka hozza meg a gyümölcsöt, tehát meghozza a gyümölcsét. Másodszor pedig dolgozni az élet területén nem lehet másképp, csak alázattal. Itt a háború szelét természetesen mi sokkal jobban érzékeltük, mint bármelyik más választókerületben. Persze erre is lehet fogni ezt a tényleg kimagaslóan jó eredményt, de én úgy gondolom, hogy a másikok talán, hogy ilyen nagy sikert értünk el itt a választókerületben az, hogy együtt tudunk dolgozni egymással, települések vezetőivel, a települések képviselőtestületeivel, mindenkivel, aki itt él, és úgy, hogy partnerként tekintünk egymásra. És hát azt sem szabad elfelejteni, hogy mi, de ez magamról is elmondható, nem álltunk bele semmiféle gyűlölködő lejárató kampányba, hanem szépen pozitív üzeneteket megfogalmazva rendületlenül haladtunk előre. A választópolgárokat illeti a legelső és legnagyobb köszönet, hiszen nélkülük, a véleményük nélkül, az a fajta elvárás, társadalmi elvárás nélkül nem jöttek volna a szavazni, és nem tiszteltek volna meg a szavazatukkal, úgyhogy egy nagyon nagy köszönöm, ez az első érzés. A másik pedig azt gondolom, hogy felelősséggel is jár ekkora behatalmazás, hiszen várnak valamit az emberek, várnak valamit a kormányzattól, hogy kétharmaddal bármit megtennek. Ez egy ilyen misztikus szám, ez a kétharmad, ami egy nagyon-nagyon-nagyon jó és szép eredmény, de ugyanakkor azt gondolom, hogy egy nagyon nagy felelősséggel járó eredmény is kormányzat részéről is, parlament részéről is, és azt gondolom, hogy minden parlamenti képviselő részéről is. Amit tudok ígérni, hogy tisztességesen, demokratikusan nem visszajövve ezzel a hatalmas megtiszteltetéssel fogom végezni a következő 4 évben a munkámat az itt élő emberek jólétjéért. Én ezt a jó csapatmunkának tulajdonítom, ezt a jeles eredményt nekünk itt a választókerületben, de hát úgy az országban is, hogy a Fidesz közössége az képes arra, hogy egy országot kihúzzon a bajból, ahogy tettük ezt 2010 után. Úgy itt a választókerületben is képes arra a közösségünk, hogy a választókerületnek új lendületet adjon. Ugye a munkanélküliséget lecsökkentettük 25%-ról 8% alá 2010 óta, úgyhogy én a csapatmunkában hiszek, és a rengeteg munka, amit végeztünk, az meghozta a gyümölcsét, és ezt szeretnénk tovább folytatni, és a térség és az ország javára fordítani. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében és az országban is az egyetlen valódi, hiteles ellenzéki párt az a Mi Hazánk mozgalom lesz. A baloldal csúfosan megbukott, leszerepelt, a választók egyértelműen üzentek nekik, és szerint nem kérnek ebből a teljesen torz baloldali szövetségből. A Mi Hazánk mozgalom egységes ellenzéki pártként minden olyan javaslatot támogatni fog a következő 4 évben, amely a magyar emberek, így a szabolcs emberek érdekét szolgálja, viszont minden olyan javaslatnak a legáldázabb ellenző és ellenzéke leszünk, amely megítélésünk szerint ártalmas a Szabolcs-Szatmár-Berek megyében élőkre. Ja, mi is számíthattunk az emberekre, ők is számíthatnak innentől kezdve ránk, és szervezetileg támogatottságban is megerősödve biztos vagyok benne, a következő választásokon még átütőbb erejű eredményeket fogunk elérni. Már most is bekerültünk a tényezővé váltunk a magyar politikában, de ez a szerep fel fog erősödni, tehát hangsúlyozom, az egyetlen hiteles és következetes ellenzékkel, ami hazánk maradt. Eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorra legközelebb szerdán este várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!